Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, és nyugodtan mondhatom, és boldog szívvel teszem, drága kerteseim! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a mai napon, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek hozzánk. Az első magyar kert szövetkezet első szakmai módszerek, eljárások a Biokonyha kertben és annak művelésében című előadás sorozatunk első alkalmának helyszínén vagyunk. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Karcagváros polgármesterét, Dobos László urat. Tisztelettel köszöntöm Karcagváros képviselőjét, Molnár Pál urat. Tisztelettel köszöntöm Karcagváros intézményeinek megjelent résztvevőit, képviselőit. Köszöntöm a karcagi kerteseket. És külön köszöntöm, akik messziről, Nyíregyházáról, Harkányból, és még ki tudja honnan érkeztek hozzánk. Én úgy gondolom, hogy az legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei programról nem kell részletesen beszélnem, hiszen mindenki ismeri és tudja annak a lényegét. Kezdetben, amikor 2012-ben Karcagon, majd 2013-ban országosan is útjára indítottam ezt a programot, az volt a legfőbb célom, hogy lehetőleg mindenki műveljen otthon, vagy a zárt kertjében, vagy az üdülőjében konyhakertet, termelje magának zöldséget és gyümölcsöt. Már akkor is fontosnak tartottam a természetes módszerekkel való kertművelést. Aztán az évek során rá kellett jönnöm arra, hogy ez igazán a legfontosabb, hiszen garantáltan 100%-osan egészséges zöldség és gyümölcs csak akkor terem a kertünkben, hogyha teljesen vegyszermentesen műveljük azt. Ez egy nagy kihívás, hiszen ebben legtöbbször beleszól az éghajlat, beleszól az időjárás, és még számtalan tényező, mind-mind, valljuk be őszintén, a kártevőknek kedvezve. Viszont az is igaz, és a tapasztalatok ezt mutatják, hogy az kertesek lehetőleg leginkább a természetes módszereket részesítik előnyben, és igyekszik mindenki vegyszermentesen művelni a kertjét. Ehhez azonban nagyon sok tapasztalat, tudás kell, és ennek valljuk be őszintén, nem mindig vagyunk birtokában. Az első magyar kertszövetkezet ezzel a programmal segíteni kívánja a biokertészkedni vágyók tudásának gyarapítását, és az eddigi programban résztvevő kertművelők tapasztalatainak az átadását, hogy mindenki gazdagodjon ezzel a tudással, és tudjon mindenki ténylegesen vegyszermentes zöldséget és gyümölcsöt termelni magának. Tulajdonképpen ezért jött létre ez a három szakmai fórum, és ezért válogattuk ki úgy az előadóinkat, hogy legyenek benne elméleti előadások, szakemberek előadásai, de legyenek benne a gyakorlati tapasztalatokat elmondó kerteseknek is az előadásai. És akkor kezdődjék ez a szakmai fórum. Felkérem Dobos László polgármester urat, nyissa meg rendezvényünket. Tisztelt alpolgármester asszony, képviselő úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Sok szeretettel köszöntök mindenkit én is a mai konferencián, és örömmel látom, hogy nem csak az idősebbek, tapasztaltabbak vannak jelen, hanem a fiatalabb kategória is itt van a padsorok között, és remélem, hogy valóban nagy érdeklődéssel fogják majd hallgatni azokat az előadásokat, amikben sokféle okos, szép, jó dolgot hallunk a jó kertészkedéssel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy örömmel adtunk otthont ennek a programnak, hiszen büszkék vagyunk arra, hogy Karcag alpolgármestere Kovács Szilvia asszony volt az ötlet gazdája a legszebb konyhakertek mozgalom indításának, és látható módon ez az elvetett mag, ez a gondolat, ez
az egész országban megfogant, hiszen egyre többen csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz, nagyon helyesen egyébként. És az is teljesen rendben van, hogy ilyen konferenciákkal kell színesíteni, erősíteni ezeket a programokat, hiszen az egymásnak átadott tapasztalat, tudás az mindig fontos mindenki számára. És nyilvánvalóan, akik ide látogattak, azzal is egyetértenek, hogy a biokertészkedés, biogazdálkodás az mennyire fontos, hiszen a polgármester azt, hogy elmondta, hogy bizony, bizony nagyon sok minden olyat vagyunk kénytelenek elfogyasztani mindennapjainkban, ami távolról sem egészséges, de hogyha valaki okosan gazdálkodik, akkor legalább a kertekben, otthon, de bizonyára nagyobb területeken is az egészséges táplálékot tudja megtermelni saját magának, és mindenki másnak, aki ezzel akar táplálkozni, ezzel akar élni. Én úgy gondolom, hogy a mai konferencia is ezt a tudásátadást kívánja elősegíteni. Biztos vagyok abban, hogy érdemes odafigyelni. Én magam is biogazdálkodó vagyok. Szoktam volt mondani alpolgármester asszonynak, de ez leginkább az időhiánya okozza. Azon túl, hogy természetesen egyetértek ezzel, mert a kis kertemben én se sok vegyszer szoktam használni. Ettől függetlenül ugyanolyan finom zöldségek és gyümölcsök teremnek, mint azokban a kertekben, ahol sokszor látom, hogy igencsak használják a vegyszereket is. Mindenképpen fontos egy-egy ilyen konferencia, érdemes odafigyelni, érdemes tanulni, hogy egészségesebben tudjunk élni, és ezt tudjuk átadni az utánunk jövő nemzedéknek, és biztos vagyok abban is, hogy az előadók minden tudás birtokában vannak és fel vannak vértezve mindenféle tudással, amit át fognak tudni adni most mindannyiunk számára. Köszönöm, hogy ilyen nagy létszámmal tetszettek elfogadni a meghívást, eredményes tanácskozást kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen polgármester úr szavait, és ezúton szeretném megköszönni, hogy helyt adott ennek a rendezvénynek, és egyúttal szeretném megköszönni azt is, hogy ő mindig mellettem áll és segít, támogat engem ebben a kezdeményezésben, mi vagyok be őszintén nem kis munkával jár. És mivel polgármester úr nagyon elfoglalt ember, és általában azokon a rendezvényeken, amikor én segítem, köszönöm a segítséget, és megadom ezt az ünnepélyes alkalmat, és megköszönöm polgármester úrnak és egyúttal Karcag városának azt, hogy csatlakozik a programhoz, segít, támogat engem, és mindig otthon helyt ad ezeknek a rendezvényeknek. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm. És kérlek, hogy vedd át ezt az oklevelet tőlem. És akkor kezdődjék a munka, úgymond. Első előadónk dr. Rosszik Péter, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Ügyvezetője, a Biokultúra Szövetség alelnöke. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb biós, aki engem mindig kezetektől fogva támogat, szakmailag segít, és előadásaival gazdagítja a tudásunkat. Ő nagy vonalakban fog beszélni a ház körüli biomódszerekről. Kérem, hogy az előadás alatt megfogalmazott kérdéseiket az általunk kiosztott papírokra majd írják föl, és ezt követően a konzultáción, illetve a szekció üléseken meg fogjuk tudni beszélni. Akkor most átadom a szót dr. Rosszik Péternek, hallgassák őt nagy figyelemmel és szeretettel. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy öröm, hogyha Karcra jöhetek és növényvédelmi kérdésekről beszélhetek. Nagyon fontos dolog, hogy a kert körüli gazdálkodás lehetőség szerint minél inkább biomódszerekkel gazdagodjon. Nekem is van otthon egy nagyon szép biokertem, a végére beraktam egy pár fényképet, ami mutatja, és egy pár trükköt, amit szoktam alkalmazni ahhoz, hogy a vegyszereket minimálisan kellene alkalmazni, illetve csak a bióba alkalmazhatókat használjuk. Ennek a mozgalomnak az országos zsűriében régóta részt veszek, és nagyon sok tapasztalatom van, amelyik a kerttel kapcsolatosan fölmerül.
és hát az én szakmám az olyan, mint régen volt az újsághirdetésben, egy apró hirdetés, hogy zongora órát adok, veszek. Hát én is így vagyok, hogy tanítok is, de tanulok is. Rengeteg fórumon járok, és olyan információkat kapok, amelyeket aztán később föl tudok használni, tovább tudom vinni. Nagyon sokat tanultam Imre Jégtől, Hiba Jégtől és Margitkától, hogy nagyban ők hogy csinálják, milyen módszereket alkalmaznak. Vannak olyan módszerek, ami nagyban alkalmazható, kicsiben nem is fordítva, és majd mutatom őket, mondjuk egy mesztelenség elleni védekezés, egy lótücsök ellen egész másképp lett egy kertben, mint egy gazdasági méretben ezen védekezni. Háttérben nagyon sok fotó lesz, ezeket magyar biogazdaságokból fotóztam le. Nyugodtan mondhatom meg biokertekbe, hogyha ezeket nem bióba fotóztam volna, ezeket nem láthatnánk. Hogyha iparszerű művet, sokszor permetezett kertekben ezek eltűnnének, ezek a hasznos szervezetek. És most az idő rövid, arról keveset fogok beszélni, de azért a háttérben egyet-egyet fölmutatok. Itt például a 7 pettyes katicabogárnak a lárvája van a háttérben, és a levételtű kolóniát éppen készülnek a levéről letakarítani. Ilyet nem látunk egy olyan gazdaságban, ahol állandóan permeteznek. Nemrég voltam, nagyon szomorú voltam Tokajban, de azt mondták, hogy a permetezéseknek a gyakorisága attól függ, hogy mikor él végig a permetezőgép, és kezdi előről. 11-13 permetezés, 15-öt csinálnak egy évben, van, aki még ennél is többet, és akkor ezeknek persze ott helyük nem marad sajnos, hogy valahogy bennünket segítsenek. Karcagon vagyunk, ezt a három előadás lesz, ezt egyet ki fogom venni a többinél, de lehet, hogy ott is benn hagyunk, tehát valahol a Karcag egy kicsit a bio fővárosa is, nagyon sok, nagyon régi rendezvények vannak itt a városban, ugye első közöttől GMO-mentes település, talán nagyobb városok közül az első volt, amelyik ezt kimondta már, még a Fazekas miniszter úr, akkor polgármesterként volt itt, és ezek a így kimondott döntések, ezek nagyon sokat segítettek az országokba, hogy még például, csak példaként említem, Szlovákiában, Szlovéniában, Romániában föl sem merült az, hogy GMO-ment, mi ez a kérdés, nálunk az egész társadalom tudta, mire a döntés következett, és egy általános átfogó igény volt, hogy mentesek legyünk, ami ezt az alaptörvényben is megjelent. Hát nagyon-nagyon sok olyan tanulnivaló van. Itt hátul például az a téfa, ugye ezt már nem olyan kicsiben nem lehet használni, ezt például itt fotóztam a Karcagon, ez a ragadozó madaraknak a gyűjtési lehetősége, hogy a pockot és a egyéb rákcsálókat a töretekről ki tudják írtani innen. Jogszabályokon alapul a biogazdálkodás, ez a kertben nem fogom mondani, nem olyan fontos, de azért abból a szempontból nagyon fontos, hogy nem nincsenek félreértések, tudjuk, hogy mit kell benne betartani, milyen előírások vannak, és én sok mindent mondok ma az előadásomban, és mindig összhangban lesz ezek az európai jogi előírásokkal, amelyeket figyelembe kell venni ahhoz, hogy egy termék bio legyen, és ez nem egy olyan gazdálkodási mód, mint azt mondjuk, hogy natur vagy reform, azt tudjuk, hogy mit jelent, ez egy pontos, exaktan megfogalmazott kérdés ez a bio, és egész pontosan tudjuk, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Itt háttérben ezeket a két kis jószágot fönt egy leveli békát látunk, amit Rózsa Péternek a kertészetébe fotóztam le, gyönyörű almák között a leveli békát. El tudjuk képzelni, micsoda teljesítmény, ezt hiszen tudjuk, hogy a kétértőek és a hüllők azok a közvetlenülés tesztállatai. Magyarország összes faj védett amiatt, mert nagyon érzékeny minden változásra, és a gyümölcsösből ott megtalálják az életterüket. Volt egyik évben voltam, egy-két darab volt benne, utána voltam, hogy egy fá 8-9 darabot is láttunk, tehát nagyon aktívan ott vannak. Ez a kis bogárka itt, amit meglehet látunk, az egy katicabogár, ami ritka fajok közé tartozik, hogy nem a levélteket fogyasztja, és van kis rovarokat, hanem a lisztharmatot legeli a levél felületéről. Tehát ilyenek is vannak, ami úgy takarít le és úgy segített. Nem kell őket mindig megismerni. Óriási bajok vannak a világon, ez Kínába készült fotó, az emberek porozzák be a gyümölcsfákat, mert amikor eljutették, akkor még voltak beporzó méhek, meg különböző rovarok, és a környezetszennyezés miatt eltűntek onnan már, úgyhogy ahhoz, hogy termés legyen, így kell megtermékenyíteni a gyümölcsfákat, kesztyűvel viszik a pollent az egyik virágból a másik. Ez tényfotó, ezek nem, sajnos nem kitalálások, és Einstein mondta, 4 év van hátra az emberiségnek, hogyha eltűnnek a méhek, és már vannak hatalmas területek a világon, ahol már eltűntek. Ugye hát ezért nagyon röviden, hogy élelmiszer jog, az európai élelmiszerjog azt mondja ki, nem tudnák, hogyha nem mondanám legtöbben, hogy az az élelmiszer, amit lenyelésre szánnak, vagy gyomorba szánnak, nincs benne az, hogy ennek legyen nincs funkciója, táplálkozási funkciója. Azért vannak olyan italok, mint például ez a szürke ital, itt a sarokba beraktam, ennek egyetlen alkotója sincsen, mert a gyomorba való lenne kivéve bele a vizet, ugye, mert azt inni szoktuk, és vízből készül, összes többi alkotó az elszáll, és mégis azt mondjuk, hogy élelmiszer is fogyasztjuk. És hát ez egy
találós kérdés, lehet, hogy már mutattam, ez egy sertészlet ebből a disznóból, ami világít az egész állat, látjuk az ő orra körme, mert a Szent János bogár génjét beleültették, és amíg a húsba is lehet látni, hogy milyen módon viselkedik. Ez a génmódosítás, ami egy borzasztó idegen dolog, és amit a Szent János Magyar Mezőség mentes, legalább termési szinten, de rengeteg ilyen rossz jel van, itt lehet látni egy kísérletet, a GMO-s takarmányát a tegerekről, pockokról, itt meg látjuk azt, hogy milyen torzulások vannak, egy nemrég megjelent tanulmányból mutatjuk, hogy borzasztó dolgok vannak itt előttünk. Ezt nemrég kaptam, Székesfehérvárból fotózta valaki, éjjel kifelejtette a csirkecskontokat, ment ki éjjel a sötétbe, látta, hogy világítanak, ugyanaz van lefotózva, látják fönn meg lent, ez valóság, ez is főpumpált állatok, 40 nap alatt elkészül egy csirke, és ilyen következménye is vannak, amit elképzelhetetlenek tartanánk. Ez nem GMO-s, hanem ez egy főpumpált élelmiszernek a fizikai megjelenése. Csökken a vitamintartalom, látjuk, nézzük a káposzta 95%-át elvesztette egy emberőt alatt a vitamintartalmának, elmennek belőle az ásványi anyagok. Ugyanez van a vitaminokkal, a biobot látjuk, hogy jobb a helyzet, egy amerikai adat, ugyanez látható, hogy lecsökkent a vitamintartalom, egy angol adat, és a bióban mindenhol egy kicsit több van. Az új ételpiramis, mit kell enni, már benne van, nem csak az, hogy mit tegyünk, hanem oda tették a végén Amerikába a kapszulákat, tablettákat, mert már állítólag nem lehet úgy étkezni, hogy a élelmiszerben minden benne legyen. Nagyon negatív folyamatok ezek a... És ugye azt mondják, hogy nem baj, ott vannak a kapszulák, kapkodjuk be őket, és akkor nemrég egy előadást tartottam, hogy előtt egy orvosnő volt az előadó, és akkor mondta, mi lehet ez? Mindenki találgatta, hogy elszámok, vagy valami, és akkor mondta, hogy egy alma, amikor megszámoltam, 470 biológiai aktív alkotó részét ismerik ma az almának, tehát nem lehet kapszulába pótolni, aminek az élelmiszerbe kellene lennie. És egy ilyen út a világban járunk, ezt felszoktam tenni előadásom, hogy az ember, hogy már kijelölt úton megyünk, a fitness teremben mennek, de a mozgó lépcsőn, ugye hát milyen gondolkodási rendben vagyunk ma is, és ezen valamit kéne változtatni. És tudunk-e hát itt a bioterméket venni, vagy termeszteni, ezt fogyasztani, ezek az előző kihívásokra, vagy torz negatív társadalmi és világ jelenségekre nagyon pozitív válasz a biotermék fogyasztása, mert amikor az előbb felsoroltam, azokban mind a biotermékeknek előnyei van, a GMO-t nem használhat, a baromfit nem lehet főpumpálni 40 nap alatt, hanem 84 nap kell, és így tovább, minden megvannak azok a válaszok, amelyek ezeket a torzulókat kikapcsolják. Néha elmegy a kedvünk, ezt már múltkor is, amit voltam, vetítettem, nagyon-nagyon sokszor van olyan probléma, csak egyet emelni ki közülük, hogy nincs bioszer a boltokban. Lesz egy dián, fölraktam, több mint 100 növényvédőszer van, és több mint 100 tápanyag, amit a bióban is szabad használni, tehát nem károsak a környezetre, egészségesek, csak nem lehet őket megvenni, mert a boltok nem tartják, tehát egy önkormányzat vagy a település nagyon sokat tudna tenni abból, hogyha azokból a listákból, amit én majd bemutatok, azokból megkérnék, hogy tartsanak készleteket. Van közöttük olyan, meg lehet kapni ugyanúgy, mint egy ként rész, mert azt ugyanúgy használjuk mi is, mint a másik gazdaságba, és akkor hát ma az a tapasztalatom, amire járok a közéletbe, az agráriumba, hogy a két dolog irányítja a növényvédelmet, a vegyszerboltosok, a kertbarátoknál, a vegyszerforgalmazók, meg a nagy gazdaságokból, hogy mit adnak el, és mit forgalmaznak. De többet nem tudom, ezt az idő nagyon rövid, és maradjanak ilyen bemutatott pontok is, amit lehet csinálni, de mindig mást emelek ki, tehát múltkor is mutattam a diát, de múltkor más pontot emeltem ki belőle, mint amit most fogok kiemelni. De miért fontos a biogazdálkodásban? A múlt évben volt egy nyertesünk, aki egy zárt kertet művelt gyönyörűen, mindenfajta vegyszerek, egy műszaki ember volt, elmondta az előadásában, hogy ő mérnök ember is tudja, mi az az egy század, és az egy század ki tudja számolni, ki tudja juttatni, és tudja, hogyha lejár a várakozási idő, 14 napok, 15 nap már teljesen jó, csak hogy azokat nem számolja, hogy 40 féle szert használt a kertjébe, mindegyiknek más és más a várakozási ideje, azok hogy adódnak össze egymással, hogy vannak ki, és nem úgy működnek, mint egy műszaki paraméter, amit számítani lehet pontosan és lehet vele számolni, hanem bizony másképp foglalkozik. Csak egy példát említenék, amikor a vegyszereket engedélyezik, akkor nem úgy engedélyezik, hogy mennyire mérgez az ember, hanem úgy, hogy mennyit szoktak bele fogyasztani, azt is figyelembe veszik, amikor az értékhatárokat megállapítják, és mondjuk valaki nagyon szereti a fejes salátát, akkor lehet, hogy kétszer annyit fogyaszt, mint amit szabadna normálisan. Csak példákat említek arra, hogy nem annyira egzaktak ezek a dolgok egy vegyszer esetében, ha valaki elront egy dózishibát, elhibáz a kertjében. Nagyon sok 80 órás tanfolyamot tartottam, zöld könyveket, és számolgattunk, és bizony nem könnyű kiszámolni az egy százat, százalékot, hogy az mennyi legyen. Valaki véletlenül tízszer annyit tesz bele, mert nincs földön ember megmondja, mi a várakozás ideje. Lehet, hogy kevesebb lesz, mint tízszer, de lehet, hogy százszoros lesz, mert nem arra vannak beállítva a szerek.
elkövetünk egy hibát a kertbe, akkor állandóan azt a hibát fogyasztjuk, egy példát mondok erre is, hogy ha valaki a boltba jár, akkor majdnem mindig másét veszi, nem tudja, hogy kitől hozza. De a sajátját viszi be, akkor mindig masszívan egy rossz élelmiszernek a hibáit még magára halmozza, és merem állítani, nagyon-nagyon sokszor ilyen rejtélyes háttér, mert előbukkanó betegségekbe, allergiába, rossz nemzetű betegségekbe bizony olyan hibák is ott lehetnek, amit az ember talán magának csinált. Ha bióval foglalkozunk, ilyen nem fordult el. Itt hátul egy szociális foglalkoztató intézménynek a biokertje látható. Csökkent munkaképességű emberek dolgoznak benne, értelmi képesség, és nyugodtan lehet dolgozni. Nem kerteket tudnak varázsolni, ez elképesztő, mert nem a vegyszerre építem, a saját felelősségére, tudja az övé ez a kis terület, és példaként lehet mutatni bárkinek, amelyre az ember jár. És hát ugye éreznek a növények, nem tudom, erről hallottak erről a Baxter kísérletről, aki a hazugság vizsgáló gépet kitalálta, az a növényeken is kipróbálta, hogy a növények reagálnak-e valamire. És arra gondolt, hogy meg fogja őket égetni gyertyával, és nagyon heves reakciókat váltott ki a növényben. A gondolat hevesebbet, mint amikor elkezdte égetni őket. Ezt többször megismételték több növényen, tehát kimutatták azt, hogy bizony vannak olyan reakciók, amit mi nem is értünk, hogy honnan, de bizonyára van egy kontaktus az ember és a növény között, amikor a kertben kint van, és egyáltalán nem biztos, hogy van. Magyarországon azt is szokták mondani, hogy jól érzi magát a növény azon a helyen, és nagyon speciális, hogy érzi magát, nem azt mondjuk, hogy jó, ami jól érzi magát, egy érzetet van, bizony éreznek, és ezekre az érzések nagyon jól lehet építeni, amikor az ember egy növénynek segítséget nyújt, az bizony érzi azt, hogy a konkurenciája megszűn mellette, nagyon sokszor meghálálja, magam is tapasztalom a kertekben olyan hihetetlen változásokat, amit az ember úgy fizikai információk alapján nem igen biztos, hogy minden alkalommal el tud fogadni. Ugye ez egy Emoto professzornak a Víz üzenete című könyvéből való, hogy szép zeneszó, vagy egy jó helyről jövő vízet, így néz ki valami szent helynek a forrásvíze, így meg néz ki Los Angelesnek a víze, tehát egy víznek a struktúrája, egy kezelés és kémia kezelés hatása ilyen változat, hogy ne tudni egy növényben levő víz és egy növénynek az érzete ott valamit hozni. De milyen eszközök vannak, amit alkalmazni lehet? Ugye megfelelő növényt a megfelelő helyre, tudjuk, hogyha nem jó ember van egy helyen, az is milyen nagy baj tud okozni, hát ugyanígy vannak a növényeink is bizony, hogyha nem jó helyre kerülnek, nem fogja jól érezni magát, akkor nagyon sok probléma lesz. Vetésváltás, a társítás, és sok egyéb, ezeket majd beszélünk róla. Tehát kell, itt nagyon fontos, hogy milyen növényeket hozunk, és mi, hogy helyezzük el őket a kertbe. Látjuk itt ebben a vetéken, ez a mozgalomban is látjuk, hogy van, akinek arra vagy a törekvése, hogy minél többféle növényt hoznak, és olyan különlegességeket hoznak, hogy én elég járatos vagyok a szakmában, de nem hallottam róluk, Ázsiából behozott gyümölcsök, meg sok minden, mert sokfélét látunk, de láttuk olyanokat is, hogy a sajátjainkat is nagyon kevéssé hozzák be. Hát jellemzően, nem tudom, Szilvi, hány olyan 20 körül szokott lenni egy kertbe, ugye? 20 körüli növény szokott lenni a körüli, de van olyan, ahol csak zöldségfélékből is 50-60 körülit talán. Nagyon fontos lenni, minél többféle legyen. Surányi tanár úr, a professzorral sokszor tartok együtt előadást, ő azt mondta, hogy középkornak a magyar gyümölcsei azért maradtak meg ilyen arányban ma, hogy annyi almafajtánk létezik, hogy 200 fölötti almafajtánk van, amit tudunk, vagy körte, mert senkinek jutott eszébe akkoriban az, hogy egy fajtából termeszte hatalmas területeket. Hát vegyesek voltak a fajták és a fajok is, és az egymást védő növények akadályoztak ma a járvány kialakulását. Ilyen módon egy vegyes kiskert az ilyen szempontból óriási előnyöket hoz. Érdemes a kerteket felosztani ilyen 4-es vagy 5-ös vetésforgóra, nekem ez múltkor az 4-es volt, de most 5-ös vetésforgón van, 5 év múlva kerül vissza ugyanaz a növény ugyanarra helyre, és óriási előnyöket hoz ez magával, hiszen nagyon-nagyon sok betegség ez eltűnik. Egy példát is bemutattam, itt ezen a helyben bácsi hozta be a hagymáját, és azt mondta, hogy pedig tavaly milyen szép volt ugyanott, és ugyanarra helyre tette vissza, itt látunk egy szárfonálféreg, ami abból adódik, hogy a előző éven a tünet még nem is látszott a következő éven, mert teljesen tönkretette a növény, nem véletlen volt az. Akkor tartottam előadást, azt mondták, hogy ha valaki 4 éven belül visszavetette a hagymát, azt a kocsmába se engedték be, mert az volt a szabály, hogy a hagymák 4 év múlva szabad visszakerülni, mert különben jönnek ezek. Ők nem tudták sokszor, hogy mi, de azért valójában most sokról tudjuk, hogy miért nem jöhet vissza. Milyen növények lehetnek benne, hány év múlva kerüljenek vissza, lehetőleg a növényeket táblázatba raktam. Itt egy vetésforgókra példa, hogy megynek körbe a növények egyik helyről a másikra. Tehát milyen javaslatok vannak, sokféle élelmiszer legyen, sokféle növény, mindig legyenek virágzó és fűszernövények a kertben, a fűszerek nagyon jók, azért, mert ezek becsalogatják a hasznos rovarokat, aztán nagyon nagy segítséget nyújtanak a számunkra. Legyen társítás, használjunk növényi neveket, erről lesz előadás is, trágyát, komposztot.
segíteni a madarakat, hasznos szervezeteket és hasonló dolgokat kell a kertbe elképzelni azt, hogy a vegyszerelés az jó legyen. Hát egy néhány példa az én saját kertembe, palánta nevelésnél ilyen fűtött palánta nevelőket alkalmazok, a következőben lesz. Ez egy 1867-ben kiadott több, 67 növényt sorolt föl benne akkor Farkas Mihály kertész, tehát rengeteg olyan lehetőség van a visszatérő mondatja, hogy nagyon sokféle növényt kell termeszteni. Látunk egy társítást, az aranyszemű fátyolka, ennek a fajoknak a nagy része, a rokkifejlett rovar, az nektárfogyasztó és pollentfogyasztó. A fiatalok azok fogyasztják a lárvákat, azok a húsevők, és ha becsalogatjuk őket egy ilyen virágzó növényen, a fürkészdarazsok például 99%-ban így táplálkoznak a nektárt, és utána rakják a tojásokat bele a levéltetvekbe, akkor már óriási előny van. Csak azt látjuk, nem kell permetezni, azért nem kell permetezni, mert ott vannak ezek a hasznos szeretet. Itt látunk virágzó kapor mellett itt a sárga répen 90% fölötti parazitáltság volt a levéltetveknél. Hát a társítás, hogy ebből szoktak a legtöbbet beszélni, miért társítunk, biosokon nevetnek, hogy miért lehet azt, hogy ezek már segítenek, óriási erőnyök vannak. Támaszt tud gyújtani, létezik gyökérkommunikáció, amikor egymásnak anyagokat adnak át gyökéren keresztül, létezik az élőhely illat, ahol a sokféleséget érzi a róval, amivel be fog kapcsolódni oda. Egymás védése, ez a nyájimmunitás, amit az előbb említettem, hogy sokféle van, az önmaga védelmet jelent. A legfontosabb talán a tápnövényt a választás megzavarása. Nem tudom, tudják, amikor levétet meg leszállnak egy növényre, akkor nem látnak semmit, csak egy sárga színt látnak a zöldből. Ha valaki sárga polóvert vesz föl, és jó eltálja a színét, akkor meglepik őt a levétetvek, meg a repszefénybogarak, mert ez a sárga hullámosodik a zöldbe, azt látják. És utána oda mennek, meg kell kóstolniuk a növényt, úgyhogy egy próbaszívást végeznek, vagy próbarágást, hogy az-e, amit nekik a jó Isten adott, vagy amit a gazda növény körükbe tartozik, ha nem, akkor tovább kell mennie. Egy ilyen vegyes növényállománynál bizony óriási zavart okoz neki egy jó választás, hiszen próbálgatni kell. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen apróságból áll össze az a segítség, amit tudnak nyújtani nekünk. Összegyűjtöttem azokat a növényeket, amelyek kedvelik egymást. Itt fogom hagyni az előadásomat, nyugodtan meg a Legszebb Konyhakert honlapján is el lehet érni. Ezek tapasztalatok. Néha előfordul, hogy egymással vitatkoznak a kertészek is, hogy nekem ellenszenves növénynek bizonyult, a másik meg barátságosnak ugyanabban a kombinációban. És mind a kettőnek lehet igaza, mert a élőhely körülmények, a sokfélesége a növényeknek erre befolyás gyakorolhat. Itt a legjobbak a versz a saját tapasztalatok, de azért léteznek ilyen ismeretek, amit azért lehet felhasználni valamelyest. Például Kecskemét mellett fényképeztem egy komoly kertészet, itt egy tudományos alapon összeállított virág szegély van a szélén, meg a növények között is meg van osztva. Azt úgy állították össze, hogy milyen növényt akar termeszteni itt a gazda, és annak megfelelően állították össze a virágkeveréket, hogy a hasznos rovarok azon, ha oda csalogatja őket, akkor utána bejönnek, és a hasznukat majd bent a növényállományba fogják kifejteni. Itt az én kertemből van egy pár fotó, amit lehet látni. Itt látják, nem tudom, a kapornak a virágzati tengelyén látjuk ezek például a fátyolkának a tojásai. Hogy úgy néz ki, mintha egy gomba lenne, ráteszi a petét a növényre a fátyolka, felemeli a poltulát, és a tetejére rak egy tojást, és ilyen kis nyílen ülő tojások vannak. Nagyon jellegzetes biokertekben nagyon gyakran lehet látni, hogy meg lehet őket ismerni, és akkor nem sokára lesz belőle jó haszon. Hasznos segítőtársak, a kertekben fotóztam, rengeteg segítségünk van. A madaraknak fészket, odut lehet készíteni, ez egy fülbe mászó búvóhely, amelyik a északi életmódú állatnak nappali búvóhelyet jelenti, nem tudják összeszedni a madarak, és akkor éjjel ilyen módon ott marad, és hasznossá tudja tenni az életét. Futóbogarak ilyen helyen gyűlnek, ezek a különböző ilyen segítő építmények, nagyon érdemes csinálni. Ilyeneket még nem nagyon találkoztunk a kertek, egy-egyben találkoztunk, ugye, hogy ilyen lett volna, óriási segítséget. Ilyen, például ez a hojvák nagyon hasznos ragadozó rovarok, nagyon lassan melegszenek föl, és amikor egy ilyen virágval aki csinál egy ilyen kertet, akkor kövekből azoknak a melegét sokáig tartja, hogy az fölmelegszik, és úgy marad, hogy sokkal több korábban el tudnak kiindulni, mert föl tudnak melegedni, arra a hőmérséklet repülni tudjanak, és elinduljanak. Sziklakertek és hasonló ilyen építmények nagyon jók rá. Ezek az én kertemben van kihelyezett különböző rovaroknak búvóhelyei, nagyon-nagyon igénybe veszik őket. Tehát egy másik típust lehet látni, egy fátyolka ilyenbe szeret bebújni, ezekbe a katicabogarak.
Ugye ezeket már ugye nagy gazdaságban nehéz lenne alkalmazni, már vannak rá példák, de ilyen kiskertben nagyon-nagyon jó ott vannak. Készítményeket nem fogom elmondani azért, mert ezek mindig változnak, a Biokontroll honlapjáról letölthetők, Biokultúra szövetségéről is. Hát érdemes lenne innen választani a növényvédőszereket és a tápanyagokat. Rengeteg van már, úgyhogy nagyon-nagyon össze lehet állítani úgy egy kertnek a védelmét és a tápanyag ellátását, hogy semmi hiány legyen belőle. Nekem az a meggyőződésem, hogy a következő gazdálkodási mód az egy ilyen modern biogazdálkodás lesz, amelyikben majdnem annyit fognak termelni, mint a hagyományos gazdálkodásban, de azokkal a környezeti terhek nélkül és azok nélkül és olyan egészséges élelmiszerrel, mint a bióba, és efelé óriási fejlődés van, látjuk ezekből a készítményekből is, hogy mi minden van. Ez például az én palánta nevelésem otthon, így szoktuk kezdeni az ablakban, mint a régen is csinálták, úgyhogy csináltam egy ilyen polikarbonátból egy palánta fűtő, palánta nevelőt, alulról fűtőszál, ahol teljesen automatizáltan van megoldva, három rekeszből, az első rekeszben a paprika, paradicsom, a növényházban megy ki, és akkor a másik kettő meg annak a szabadföldiek. Ez olyan, mint a régi hollandi ágyban volt, hogy biztos tudják, hogy trágyatalpon nevelték a trágyát, és az alulról jövő meleg, az a legjobb a palántának. A palántának a gyökere akkor lesz jó, hogy alulról melegszik a talaj. Ezt ugyanígy modern módszerekkel megoldottuk. Én sem tudok otthon ülni, lesni állandóan, szellőztetni, vagy ilyen automatizált, nagyon olcsó megoldásból hozzá kell tennem, ami extra drágákból. Itt az én növényházamban látszik a paprika, meg a paradicsom, itt az uborka, később látjuk, hogy olyan hatalmas, hogy a később létráról kellett szednünk, pedig meg volt rogyasztva a szára is, mert egyszerűen a biomódszerekkel is ilyen módon meg lehet védeni, és föl lehet nevelni. Csepegtetőöntöző megy alá, és olyan biotrágyák oldata, amelyiket a bióban is engedélyezik. Látjuk, hogy ilyen paprikák, költve másfél-két méter magasságba engedtük a paradicsomot, látjuk, itt már nem lehetett elérni. Ez egy tele volt lótetűvel, a növényházamat egy pár éve építettük, két vagy három éve, mert meggyúrták a földet, és nagyon ilyen szalmás trágyát kedveltem, és rengeteg lóticsök lett, csak így tudtam palántát nevelni, hogy hálóba vetettem el a növényeket. Itt direkt hagytam egy kísérletet, látják, egy darab növény nem maradt meg, ott látszanak is a lukak, itt meg tökéletesen meg lehetett nevelni. Nem tudtam más tenni, mint a paradicsomot is becsavartam ilyen hálóba, ez az üvegszál hálóba, a paprikát is, mutatok majd kísérletet benne. Itt lehet látni, ezt direkt nem csomagoltam be, hogy néz ki a növény a két paprika között, teljesen elpusztította itt a többinél, meg 100 luk volt egy négyzetméterre, mégsem lett belőle semmi kár, gyönyörű. Abból nőtt az a paprika, amit az előbb mutattam, itt látszik, hogy rágja át. De egy másik fizikai módszer, borzasztó nehéz ma már a káposztaféléket. Van, az volt a legkönnyebb termeszteni bióba a káposztaféléket. Ma nagyon nehéz nevelni őket, mert a korai káposztákat azok a káposztrágyák meg a bolhák teljesen tönkre teszik. Ez a galér például a káposzta legyek ellen nagyon-nagyon jól védi a káposztát, mert akkor lerakja a tojását a légy, akkor nem meri lerakni ebbe a környezetbe a földre, mert nem tudja, hogy el tud-e jutni a gyökérhez kárt okozni. Egy kis gallér van növények környéke, filléres, mert én például ezt egy ilyen felmosoló ronyból vágtam ki ezeket a négyzeteket. Rájöttem, hogy a karikák jobbak, mint a négyzetek, mert a karika még jobban becsapja őket, mert nem tudja, itt próbál közel tenni ehhez a felihez, de ott meg nem tud dönteni, és ilyen helyekre nem rakja le a tojását. Úgyhogy ilyen egyszerű fizikai módszerrel, vegyszer nélkül a káposzta légyen, ami borzasztó nehéz kárt, lehet látni itt a sorokat, hogy raktuk a palántázásokat, mert beleraktam, meg lehet teljesen jól védeni. Itt látható a vetésforgóm, ez a babos borsós vetésforgó, borsó után szoktam tenni csemege kukoricát, látjuk, óriási bab volt a támrendszer, itt a káposztafélék, látjuk benne itt a nagy bajunk, amit Tatán élek, ott látjuk, hogy itt a helikopter, vagy repülő, meg ment a szúnyogokat, repermet, ezt lefotóztam, úgyhogy a kertünk az bio volt, de azért főnök kaptunk rá valamit. Itt a káposztaféléket látjuk. Ez a kertemnek a különlegessége, ez egy olyan mogyoró ültetvény, amelyik be van oltva szarvasgombával a gyökere, és ez a negyedik éves, itt lehet látni ezeket a fantasztikus nagy elhalásokat, ezt úgy hívják, hogy tűzfoltok, ott a szarvasgomba a füvet maga alól kiírtja, és mutatja a jelenlétét. Egyébként, aki csinálta ezt a növényt, beoltott ez a szarvasgombával, júniusban megnézték, és azt mondták, hogy ilyen gyönyörűen mikorizált, ilyen arányú szarvasgombát még nagyon régen láttak, valószínűleg azért, mert hogy szerettem a növényeket, meg biokörnyezetben vannak, attól lehet, hogy ilyen szép lehet, hogy ott van. Ilyen kis könyvet írtam egy pár évvel ezelőtt, Biokert a ház körül, amelyikben azok a növényvédőszerek, tápanyagok, társítások, amelyeket igazán jól lehet használni, azokat
próbáltam összegyűjteni, sajnos elfogyott, megpróbáljuk majd újra kiadni, a Biokultúra Szövetség volt a kiadója, még sok ilyen traktikát összetettünk benne. És hát két kicsit ilyen humoros mondást a végére, az egyik az zongora órát adok, veszek, amit már említettem, hogy szívesen fogadok nem csak kérdéseket, hanem a jó tanácsokat is. És hát van róla első törvénye, hogyha különbséget tudsz tenni jó és rossz tanács között, akkor egyáltalán nem szorulsz tanácsokra. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen dr. Rosszik Péter nagyon érdekes előadását. Elég sok rendezvényre és elég sok helyre megyek, és mindig nagy dicsekvéssel vagyok az én drága óvodásaim iránt, hiszen az óvodáink szinte mindegyike konyhakertet művel, nem is akármilyen konyhakertet, gyönyörű kertjeik vannak, és ők szoktak programokat csinálni, rendezni. És az egyik ilyen programon részt vettem, ahol bizony-bizony előkészítettük az évi termést, palántázást, és mindenki ezen a kis tájékoztató fórum után poharakba ültethetett magokat. Én is így tettem, én dísztököt ültettem. Egyetlen egy szál megmaradt, és azt egész nyáron pátyolgattam. És itt van a termése. Köszönöm szépen, az óvodának köszönöm, hiszen ezt az ő segítségükkel tudtam így produkálni. Ezek dísztökök, de nem tudom milyen egészen furcsa dísztökök, de nagyon büszke vagyok rá, mert mindenhová elfutott, körülbelül majdnem 10-20 méteres indákat produkált, és már mindent belepett, és mindenhol csak a tökök lógtak, és 10 tököt nevelt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehet biomódszerekkel mindenféle növény felett és mindenféle kártevők felett győzedelmeskedni. Ha az óvodáknál tartunk, akkor fontos megjegyezni, hogy a közösségi kategóriáknak köszönhetően nagyon sok óvoda, iskola és közösségi kert is részt vesz ebben a programban. Nagyon sok önkormányzat kertje szerepelt már nagyon szép eredményekkel ebben a versenyben, és bizony, valljuk be őszintén, kiskertekben is nehéz biomódszerekkel dolgozni, hát még hogyha nagyüzemi módszerekről, illetve nagyüzemi kertekről beszélünk. De meg lehet valósítani nyilván sokkal nagyobb odafigyeléssel, sokkal nagyobb törődéssel és szakmai tudással. Éppen ezért fontosnak tartottam, hogy olyan előadót is hívjak, aki nagyüzemben dolgozik biomódszerekkel. Következő előadónk Huba Imre Csaba, aki biogazdálkodóként tüntette föl magát a lapon, de tudjuk, hogy Imre bátyánk nem csak biogazdálkodó, hanem a Jászlányokon Szolnok megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, a Nagykun Gazdakör elnöke, és az Országos Gazdakörök Szövetségének alelnöke. Tehát Imre bátyám igazán a gazdálkodásnak szenteli az életét, ráadásul pontosan egy nagyon jó vonalon, a biovonalon. És kérem, hogy akkor tartsa meg a biogazdálkodás jelenleg jövője és a feldolgozás lehetőségei című előadását, fogadják őt nagy szeretettel. Nagy tisztelettel köszöntöm a jelenlévő hallgatóságot. Hát nem vagyok könnyű helyzetben, mert olyan témakört választottunk, hogy a Szilvia kérésére, ami valószínű, hogy nem mindenkinek természetes még, de azt fogom célul kitűzni, illetve azt tűztem ki célul, hogy megismertessem, felvillantsak ezekből a dolgokból néhány olyan dolgot, ami ráirányítja a figyelmet arra, hogy hogyan lehet természetszerű gazdálkodással megfelelni a biokövetelményeknek. Röviden annyit szeretnék elmondani, hogy Karcagvárosban a dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak, illetve akkori polgármester úrnak a közreműködésével, segítségével elértük azt, hogy itt a biogazdálkodás alapjaiba lényegesen előre tudjunk lépni. Ennek egyik nagyon fontos állomása volt az, hogy Karcagváros közigazgatási határát GMO-mentes övezetnek nyilvánította a karcagi önkormányzat elsők között az országban. Akkor egy hódmezővásárhelyi gazdafórumon kértük a miniszterelnök úrnak a segítségét ahhoz, hogy ez országosan is kiterjedt legyen. Ennek megfelelően a
jelenlegi kormány a alkotmányban is rögzítette a GMO-mentességet. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a jövő szempontjából alapvető dologról van szó, és nem az a fő cél, hogy a nagy minőségileg gyenge termékeket nagy tömegben állítsuk elő, hanem a biológiai érték szerint rangsoroljuk a növényeinket, és könnyen megállapítható az, hogy egy biomódszerrel előállított növény, GMO-mentes növény, biológiai értéke többszöröse a konvencionális, tehát a hagyományos vegyszerekkel, műtrágyákkal művelt növényekhez képest. Az a baj, hogy még nem eléggé terjedt el az országba ez a biogazdálkodás, mint hogy szerettük volna, meg szeretnénk, azzal együtt, hogy most ebben a ciklusban a bioterület, ellenőrzött bioterület a duplájára, 2,5-szeresére nőtt. Ez egy nagyon fontos szempont, ez durván meghaladja az összeálltó területnek a 2%-át. A biogazdálkodásból talán egy néhány olyan alapvető szempontot emelnék ki, ami alapvetően meghatározza, hogy mi a biogazdálkodás. Nagyon fontos tényező, hogy olyan szintetikusan előállított műtrágyát, növényvédőszert, ami forgalomban van, a biogazdálkodásban nem lehet használni. A másik dolog, minél jobban a hagyományos fajtákhoz közelítünk, annál jobban a természetes termőképességre alapozunk, és a növényeknek, állatoknak megvan az ellenálló képességük, és ezt rendszerbe állítjuk és felhasználjuk a gazdálkodás során. Mi magunk is kicsibe kezdtük a biogazdálkodást 1990-ben, ellenőrzött biogazdaság vagyunk 1999 óta, és hát ez a fejlődési folyamat az a biogazdaszövetkezetünkbe teljesedett ki, 21 tagjával a bioszövetkezetünk működik, és hát azt szeretném elmondani, hogy hazai értelemben, de nemzetközi vonatkozásban is nagyon előkelő helyen áll a gazdaságunk. Demeter gazdaságként Európában az elsők között van. Sajnos ezt nem minden esetben lehet itt Karcagon tapasztalni, meg az országban se, de ezek tények. Annyit szeretnék még elmondani bevezetésként, hogy a mi gazdaságunk magasabb szintű biogazdálkodás folytat, tehát biodinamikus gazdálkodás, amit Demeter gazdálkodásnak nevezünk. Itt még szigorúbb szabályoknak kell megfelelnünk, hiszen a biogazdálkodás szabályain túl a Demeter, a Rudolf Steiner tanításai alapján működő rendszert alkalmazzuk, ami több mint 90 éves, és ennek a történelmi oka, amikor ez megalakult, az volt, hogy az első világháború után a robbananyaggyártók ugye átálltak műtrágyagyártásra, mert a nitrogén alapú műtrágyákat gyártották, és hát ez az akkori időkben 14 előadásban foglalta össze Rudolf Steiner a tudományát, illetve gyakorlatba vitelét, és ennek megfelelően már akkor tiltakozott a különböző műtrágyaféleségek felhasználása ellen, de biomódszerekkel tudott előbbre lépni, hiszen ez a rendszer egy nagyon fontos rendszer, vagy néhány dologba be fogjuk mutatni, vagy be fogom mutatni a használatát. Karcagváros kiemelkedő a biogazdálkodás vonatkozásában, hiszen akkor a önkormányzat segítségével, később a saját erőből megépítettük a Nimród bioéttermet, szállodát és a bioboltot, és hát ezt ugye üzemeltetjük azzal a céllal, hogy olyan biológiai értékes táplálékokat adjunk közre, amelyek a lehető legjobban biológiai érték tekintetében kifejezik ezt a szellemiséget. A jelenlegi helyzetben Magyarországon van egy nagybani biopiac a 12. kerületben, a Monparkban, ott minden hétvégén van egy nagy piac, ott be lehet szerezni különböző biotermékeket, nagyon gazdag ez a biopiac, és ugye a Rosszik Péter kolléga úrnak a
erős közreműködésével működik, illetve hát a Biokultúra Szövetség működteti. Hát a biogazdálkodás folyamán az a cél, hogy az emberi szervezetbe további szintetikus anyagokat ne jutassunk be, hiszen az embernek a szervezete, a mája, aki a méregtelenítést végzi a szervezetben, az egyik kollégám, Pasternák Ferenc kollégám felmérte, évente 22 kiló idegen anyagot kell fogyasztanak el az emberek, akik konvencionálisan táplálkoznak. Hát gondoljunk bele, hogy 100 évvel ezelőtt nem voltak ilyen terhelések, tehát az embernek a mája, a szervezete nincs arra felkészülve, hogy ezt a méreganyagot méregtelenítse és az egészséges életmódot elősegítse ezáltal. Ezek nagyon fontos szempontok. A biogazdálkodással kapcsolatban Rossi Péter úr nagyon sok mindent elmondott. A teljesség igénye nélkül tudok én is nyilvánvalóan szemléletet átadni önöknek, de az a tapasztalat, ami a biogazdálkodásban az idegek során a kertészettel kapcsolatban is, onnan indult ki egyébként a kertészet, a házi kertek, a kis kertek vonatkozásába helyi csoportok alakultak. Ezek a helyi csoportok olyan tanfolyamokon vettek részt, ahol a biológiai alapokat megismerték, a termesztés módszereit megismerték, az eltartás, feldolgozás módszereit megismerték, és ugye a piacon értékesítésre került, tehát a kertészettől az asztalig szemléletnek megfelelően, és ez egy nagyon nagy érték, mert a kertészettől az asztalig az egészséges táplálékok, amelynek a biológiai értéke, mint már említettem, többszöröse, és vannak olyan szempontok meg problémák, amik hiánybetegségként jelentkeznek az emberi szervezetben. Magnézium, vas, tehát cink, stb. Tehát ezek mind egy-egy olyan elem, ami az emberi szervezetben negatív hatással van a hiánya, és a biogazdálkodásban, mivel a természet körforgásába, a természetes termesztés során ezek újra termelődnek, illetve a táplálékokban rendelkezésre állnak. A biogazdálkodáson belül a Demeter gazdálkodás az, ami nekünk egy fontos szempont, és egy néhány dolgot szeretnék bemutatni a gazdálkodásunkból. Itt ezen a logón látjuk azt, hogy milyen gondolat, milyen szisztéma, milyen felfogás szerint gazdálkodunk, megvan ott a címerünk. A címernek az a lényege, hogy az élővíz, a hasznos víz, a magyar szürke szarva, ami őshonos állat itt a térségünkben, a kukorica, a gabona, és középen van a szikicsér. Ez a szikicsér egy olyan madár, vándormadárfaj, amelyik minden tavasszal megérkezik, kolóniákba él, és a szúnyogot legyet, tehát az a fő tápláléka, és összefügg a magyar szürke állattal, magyar szürke szarvasmarhával, ugyanis a magyar szürke szarvasmarhát a legyek szúnyogok nem tudják károsítani, meg izgatni, mert a szikicsérnek a fő tápláléka. Földön fészkelő faj, és a magyar szürke marha legelés közben ezt a fészket körbelegeli és védi. Tehát olyan szimbiózis van a szürke marha meg a szikicsér között, ami nagyon építő és a biológiai egyensúlyi helyzetet kifejezi. Hát itt a nagyüzemi gépek vannak benne. Nyilvánvaló az a lényeg, hogy mi szövetkezetben nagyüzemi módon gazdálkodunk, állítunk elő táplálékokat, amit részben Magyarországon feldolgozunk és eladunk, illetve exportra szállítunk, jelenleg Svájcba, Németországba, Svédországba, Angliába, Ausztriába szállítunk termékeket, nyilvánvalóan a mennyiségnek megfelelő ezeket, olyan legkorszerűbb talajművelő gépek, ami miután mi gyomírtószereket nyilván nem használunk, ezért a vetésforgó a legfontosabb, meg a talajművelési rendszer. Igyekszek tovább lépni. Ezek szintén az eszközök. A
téli évszakban ősszel elrakjuk a magyarul a szerves tárgyát, a téli évszakban fixálja az energiákat, és azok az energiák jelennek meg a tavasz folyamán, amit preparátumként kiutatunk a talajra, és ezzel a talajt olyan képességi állapotba hozzuk, hogy újra a biológiai körforgalmába, a mikrobiológiai vonatkozásba előre tudunk lépni. Ez szintén annak a használatát jelenti, tehát a felhasználás során a lehető legjobban igyekszünk a természet közeledi állapotot visszaállítani. Ezeket kiutatjuk a talajra, szintén az a lényeg, hogy ott a jobb oldalba, tehát a kozmikus erők azok mindig hatnak, akár észreveszünk, akár nem. A kozmikus erőket pedig úgy tudjuk fixálni, hogy a már elkészített preparátumokat ebbe a fahordóba dinamizáljuk, tehát forgatjuk a vívőanyagot, a vizet, amiben benne vannak ezek az anyagok, és a fixált energia utána kiutatásra kerül a növényre vagy a talajra, és visszapótoljuk azokat az elmaradott anyagokat, amelyek már a hosszú évek alatt kifogytak a talajból. Egyébként ezzel kapcsolatban azt a megjegyzést szeretném tenni, hogy nekünk nem szükséges semmiféle növényvédőszert használni, a kertészetben sem. A gyógynövényeket, amelyekkel a trágyát preparáljuk, azokat elhelyezzük a trágyakupaszba, a biotrágyakupaszba, és komposztálódik. A gyógynövényeket, amiket felhasználunk, ezek a gyógynövények lehetővé teszik azt, hogy nem a négyzeten, hanem a köbön szaporodnak benne a mikróbák, és ezek a mikroorganizmusok feltárják azokat a tápanyagokat, amit komposztként kiutatunk. Annyit esetleg meg tudok ígérni önöknek, hogyha valakinek ilyen igénye van, augusztus hónapra megint lesz ilyen komposztunk, és szívesen adunk bárkinek a részén, és akkor kipróbálhatja. Ez a növény, a mézontófű, más néven facélia, 3-500 kiló mézet ad a méhek számára, amit összegyűjtenek hektáronként, és a másik előnye az, hogy ez a növény, nagyon gazdag növény, a talajnak a foszfortartalmát növeli. Azt tudjuk, hogy a világban foszforhiány van mindenütt, emlékeznek még néhányan a Falkland-szigeti válságra, akkor arra ment a háború, hogy a Falkland-szigeteken lévő foszfor lelőhelyeket ugye az angolok újra meg tudják szerezni. Tehát az a lényeg ennek a növénynek, hogy mézet ad, és a talajszerkezetet javítja, valamint a foszfortartalmát növeli a talajnak. Számos ilyen dolog van, ez borsó, pillangós, ismert növény, azt hiszem, hogy a kertészetekben is lehet könnyedén használni. Ez egy külső kép, ez a technológia. Na most hát az állattenyésztés, ami nekünk szintén jelentős, az a lényeg, hogy a növénytermesztés, állattenyésztés, feldolgozó üzemek és annak a feldolgozott termékek értékesítése nagyon fontos. A raktározás pedig, miután sok 26 fajta növényt termesztünk, a big bag-ekbe legalkalmasabb, mert el lehet különíteni, kártevőtől lehet védeni, és így nyilvánvalóan akkor az értékmegőrző raktározásnak a problematikája meg van oldva. Patkány ellen a temetőhatást alkalmazzuk, ez azt jelenti, hogy a megnyugodott patkánynak a bőrét elégetjük fenyőfával, fenyőfa, és annak a hamuját kiszórjuk, és az megoldja a patkányírtást, illetve riasztást. Kertészet, a kertészet szintén bio, különböző aszparágusz fajtákat termelünk a dísznövény oldalon, illetve a szántóföld, illetve
a zöldségvonalon, meg paprikát, paradicsomot, uborkát, salátát, káposztaféléket, illetve kint a szabadban is termesztünk ilyen növényeket, ami a bio étterembe kerül felhasználásra. Felülnézetbe. Ez a bika, a gulya alapító bika, nemzetes a neve, jelenleg 23 éves. Ezek a magyar szürkék, és ugye ez az állomány lett tovább fejlesztve, 11 darabból növeltük az állományt megfelelő odafigyeléssel, törzsbikákkal, úgyhogy ezek az állatok kimondottan extenzív tartásban vannak, télen-nyáron kint vannak a gulyán, és ott a természetszerű tartással nagyon szép állományt adnak. Ez még az első időszakban lévő, amikor még felszaporítottuk a különböző állatfajokat. Itt a mangalicák láthatóak. A mangalicán kívül húsertés is tenyésztünk, hiszen a mangalicának nincs karaja, tehát az étterembe ott muszáj ugye használni olyan fajtákat is, magyar nagyfehér, magyar lapály keresztezett állományt. Az állatok közül szürke marha, magyar tarka marha, juhok, kecskék, bivajok tenyésztésével foglalkozunk, ami szintén bejegyzett, illetve törzskönyvezett állomány. Ez a magyar genetikai levédett bivajfajta, egyébként az egyik leghasznosabb állatfajunk. Itt az egynapos kis bivaj borjú az anyjával dagonyázik, egyébként közismert, hogy mennyire mocsár, vízkedvelő állat a bivaj. Hát annyit szeretnék még elmondani, hogy mivel az értéktermelő folyamat, a feldolgozási szint növelése érdekében saját magunknak meg kellett építeni a vágóhidat, húsüzemet, ami megfelel a feltételrendszernek, sajnos drágább volt, mint amit először erről ugye telbe vettünk, hát nyilván ez ilyen szempontból anyagi vonzattal bír. Feldolgozott termékek. Hát a Nimród étterem, ennek az a célja, hogy olyan helyet biztosítsunk a biogazdálkodók számára, ahol előadásokat lehet tartani, továbbképzéseket lehet tartani, és hát meg tapasztalják a vendégek azt, hogy bio ételekkel hogyan lehet ugye a mindennapjainkat átélni. Azt szeretném még elmondani, hogy Svájcból is ide járnak tanfolyamra, tehát eléggé elismert a magyar biogazdálkodás. Erről a dr. Rossi Péter igazgató többet tud mondani, hiszen ő minden vonatkozásban képviseli a biogazdálkodást, és hát ez egy fellegvára tud lenni ilyen szempontból a hát a termékek azok nyilvánvalóan minden hagyományosan, természetszerűen és az ősidőkben alkalmazott módszerekkel történik. A gabonafélék közül kiemelném az alaklór, a tönke és a tönkei búzákat, amelyek a legősibb búza az alaklór, az több ezer éves fajta, legalább 6000 éves, vagy annál több. Nagyon jó beltartalmi és kiváló sör alapanyag. A tönke búza nagyon jó sütemény alapanyag, a tönköly pedig kiváló kenyér alapanyag, és hát mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe. A teljes ölésű tönkölybúza liszta legegészségesebb, minden tartalmaz. Az aminósabb garnitúrája az emberi szervezetnek minden igényét kielégíti, és ugye a Bibliából ismert, hogy kenyéren és vízen,
hát ebből a tönkölybúzából ellenbe pörköltött el belőle főzni, tehát minden tartalmaz, ami szükséges, és azok a kenyerek, amik ilyen 3-4 óra múlva már összeapadnak, azok, ez a tönkölybúzából készült kenyér, ez nem ilyen. Hát itt látható a boltból a részlet, a logó, a Biokultúra Egyesület logója. Számos helyre meghívnak bennünket, nyilván képviseljük a biogazdálkodás érdekeinek megfelelően. Még annyit szeretnék elmondani, hogy minden második évben van Nürnbergben a Biofak, ahol a világ minden részéről jönnek a termelők, kiállítók. Ajánlom szíves figyelméből tisztelt jelenlévőknek, hogy erre a Biofakra lehet jelentkezni, minden esetben februárban van, és egész csoporttal ki lehet menni, és igazi komoly jó, hasznos élményeket lehet szerezni a helyszínen, és akkor ebből látszik az, hogy a világnak ez a része, akik ebbe érdekeltek meg résztvevők, azok igen hasznosan tudnak közreműködni a gazdálkodóknak a érdekében. A termeléssel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy minden kertészetben van, gondolom, legtöbb helyen van ásott vagy fúrott kút. Ez csak egy praktikus bejelentés. 2018. december 31-éig legalizálni kell a kutat, és a település jegyzője adja ki a engedélyt arra, hogy az működőképes, tehát mindenféle büntetés meg egyebek nélkül ingyenesen lehet megszerezni, de a határidő jogvesztő, tehát 2018. december 31-ig kell megkérni a meglévő ásott kútra és fúrott kútra a fennmaradási engedélyt. Ez nagyon fontos dolog. Az a javaslatom, hogy ebben a dologban mindenki járjon el saját érdekébe, és nyilvánvalóan mindenki saját érdekébe érdemes megtenni. Na most indul egy kertészeti pályázat, 18 milliárd forintos pályázat. Bármilyen kis kertészeti gépet lehet kedvezményesen, illetve uniós támogatással vásárolni. Ajánlom szíves figyelmébe mindenkinek, hogy a pályázati figyelőbe ezt nézze meg, vegye le, és akkor ebbe gondolom szívügyei tudnak segíteni. Mindenkinek javaslom, hogy akár kis kertekben lévő eszközökre is jár, a intenzitása 50-60% ennek a, tehát 50-60%-os állami támogatás. Ez mindenképpen hasznos tud lenni, és ajánlom mindenkinek figyelmébe, hogy vegyék igénybe ezt a lehetőséget. Hát én csak egy felvillantásszerűen akartam bemutatni, meg mutattam be a gazdaságunkat, annak a fejlődését, szempontjait, és az a stratégiába vonatkozó javaslatom, hogy a helyi csoportok, az idősebb korúak emlékeznek a hangyaszövetkezetekre. Annak idején volt egy ilyen felvásárlási lehetőség, hiszen nem mindenki tudja minden termékét elfogyasztani. Tehát lehetőséget lehet arra biztosítani, meg kellene is, hogy ilyen hangyaszövetkezetben egy megbízott kolléga felvásárolja, és akkor a nagyobb helyekre, Debrecenbe, Budapestre, bárhova tudja szállítani a terméket, és ezzel jobban ki tudja használni a kertjét, és nem csak önellátásra, hanem annál szélesebb körbe is, hiszen az a lényeg, hogy a így módon megtermelt termékek, azért, hogyha kiszámoljuk annak a hasznosságát, az egy jelentős pénzösszeget is jelent. Nem az a fő cél, hogy a jövedelmet növeljük, de az önellátásba, az önfinanszírozásba ez egy nagyon nagyszerű megoldás lehet, és hát ezt érdemes kihasználni a jövőt illetően. Hát én röviden ennyit szerettem volna elmondani, és hogyha lesz ezzel kapcsolatban kérdésük, akkor állok én is rendelkezésükre. Köszönöm szépen a figyelmet!